Kovács József és családja levendulás adta most is a csodaszép környezetet. A Cegrédi Városvédő és Szépítő Egyesület már hagyományos családi napjának. Itt valóban minden korosztály megtalálta a számára kedves kikapcsolódást. Főtt az ebéd, most éppen pince pörkölt. Minden évben ilyen kötetlen formában is folytatják a május 8-ai ünnepet, a Városalapítók napját. Egy kicsit ezzel is megemlékezzünk erről az évfordulóról, meg egyáltalán. Hát itt van a tavasz vége, nyár eleje, és egy hagyomány ápolásról van szó, hogy a családok összejönnek apraja nagyja a levendulásban Kovács Józsefnek a birtokán, és ugyanis szoktuk az oi búcsúztatót is megrendezni, szintén családosan. A hangulatról, hát lehetett látni, nagyon jó a hangulat, közösség végzi a előkészítő munkálatokat, reggel 8-tól krumpli, hagymapucolás, hús előkészítés. És ami a legfontosabb, a baráti hangulat. Mindenki hozzájárul ilyenkor valamivel, hogy tele legyen az asztal. Hozzák a süteményeket, szendvicseket és a tombola tárgyakat, mert ebből is mindig szép számmal van itt a családi napon. Ez vagyis a tombola, ami a fiatalok feladata, hiszen ők is kiveszik részüket az egyesület életéből, és nem csak a kikapcsolódásból, a munkából is, mondta Kocsis István. Mindig megkapják a saját feladatukat, éppen megkérjük őket. Ilyen esetekben ők a tombola szervezők, tehát a árusítók a tombolát ők sorsolják is ki, teljesen rájuk van bízva, és az összegzés, hogy mennyi összeg folyt be, legvégén pedig közlik is hangosan tájékoztatjuk nagy taps mellett, hogy ennyit adtatok össze a közösségbe. Azért a közösségért dolgoznak és tesznek tehát ők is, amely most egy igazán jó hangulatú összejövetelen ünnepelte a várost, és persze magát az egyesületet és annak tevékeny tagjait.